Én nem tudom, hogy milyen a muzikére. Én nem járok muziba, nem járok bálba, soha nem is jártam. El voltam foglalva a jószágommal, még a munkámmal. Ez van. Inkább hallgatok, hogy csendes vagyok én itt. Nem szoktam sokat beszélni. Babám, Istenem. Mindig állok a gyufába, mindig áldozom. Pipás! Én nem a te gyufát voltam, az én gyufám voltam. Na, mit akarsz? Tessék! Maradjon te! Nem az én gyufám. Tele volt a gyufám. Így van. Jó csacsa! Arcsa! Jó csacsa! Látok. Merre van az én szeretem? Merre van gyar? Az öreg csaj. Szeretőfény. Nekem olyan anyám volt, hogy nem engedett szórakozni. Nem tudom, hogy mi a társaság. Arra mentél? Igen. Jó van akkor. Hazagyít a munkából. Aztán... Vacsorázni kellett, de szórakozni nem volt szabad. Még észre csinálom. Arra megyek fele. Jó. Megyük kovácsázni. Így. De. Megtanáltam, látod. A Marist nem így szerettek, mint engem. Neki nem lehetett parancsolni, jó, de ment ahova akart. Engemet nem. Hát, mit mondjam, nem mondom, hogy nem szeretett, mert nagyon jó asszony volt. Apám is, anyám is, aztán. Így, hogy nem volt ő neki ideje, hogy meséljen nekünk, hogy mi volt, mikor ő lány volt, mikor ő fiú volt, hogy kerülték. Erről nem mesélt nekünk. Nyolc családot fölnevelni, így csak dolgozott, mosott, takarított utánunk. Az ez volt neki. Nem nagyon mesélt szegény. Csak menjetek, csináljátok, dolgozzatok. Ez volt. Éljetek, ahogy tudtok, de bántani ne bántsátok senkit. Száznak adjatok, mint egytől kérjetek. Na ez mondta mindig.
akkor egy sű. Ej, de jó lesz volt, Anyámtól, meg apámtól, mikor odahaza csinálták a háznál, ezt megtanultam, ezt mindig ezt csináltam. A téjezben mindig tapasztok, meszelek, mikor hogy csinálom. Ez a munkánk. Valakinek kell csinálni. Mindig más úri munkát. Nem. Ez a jó munka. Ez van. Becsületes emény. Ez volt nincsen. Rossz gondolni, hogy mit csináltunk az életben még. Csak kakasztófára nem voltunk. Mert arra vigyáztunk. Kész a munkánk. Nagyon. Nagyon kész a munkánk. Álmak a szobotó kigeretti, tizsát. Megyünk, Gizi, mit csinál? Nyújt anyuka, amíg apukám meghalt, mint egy megtanult a képviselőjét. Valakihez kell, hogy tartozzanak. Kicsit könnyűen én is eljárunk, mind a kettőként. Ez majdnem úgy van, mint egy nagylány kis angyalka. Annak volt ura, meghalt az ura neki. Már 8 éve. Van nekem elegemünk, melegem is velük. Anyám nem adott semmit, mikor ide ebbe tanyába jöttem. Egy Dunnával gyűjtem. A lábosom Lukas volt, rongyot tettem, úgy főztem. 28 éve, hogy vettem ezt a tanyát. De megvettem így keservesen, gyűjtöttem a kis pénzemet, és megvettem 20 000 forintért, legalább 30 éve lesz már, hogy 28. Ez a két kezem után csináltam ezeket, amit csináltam. Vettem házat Kétigyházán, vettem egy házat Gyulán, a gyerek lakik benne. Nanás, Lajosnak a fia, a legöregebb. Azt én neveltem fel. Hát úgy tudja ingemet, mintha saját anyukája volnék. Hát miért? Mert nekem nem volt családom, hogy szeretem a gyerekeket, és hát a többiek is mindig jönnek nálam. Jönnek, szeretnék. Nem vagyunk, mint olyan csavargó cigányok. Hát azok mennek. Mennek. Ahonnan fogja az eső még az este, lefekszenek a bokrokba is. Nincs állandó olyanok, mint a nyulak. De akinek van számja, házszám, az mindig ember. Ember a talpán. És aki tart egy kis jószágot.
Egy harmesz, kérem. Ez volt a apám! Hát, az én vagyok ott az! No, az a saját apuka volt az, hát ez így... Hát így... Ez a pöcköl, és így beszél, ez a pénz az Iri volt, hát nem így. Jaj, az Iri volt. Na, várj! Sikálja a kétre! Mit jövő látom? Jaj, de piszkos! Ki van rajta? Mondjad, apám! Ti, apám! Meg én! Meg én! Én vagyok még apám, meg pénz is van ott. Áj, de jól is nekem. Bemegyek a kocsmába, mulatok magámnak. De nem bírok, megyek a kocsmába mulatni, mert nem adja nálam apám a pénz. Az, aki megcsinált az a fentipe, már meghalt, Gyulai volt az a fentipe. Két egyházán a korábban ott vásárolt. Azt ott csináltam. Be volt egy kicsi szíva, apám. Be volt rúgva. Azért néz ki, már is így megijedtünk. A részed is piálta, én megállt, nem bántalak, gyerek kislány. Ja, félők, az a szívat, csivaros is. Ez a... De csak a tényleg. Így, így. Na mondjam. Mondja. Ez az önök a testvérem, Kígyóson lakott. Ez a felesége, ez a húga, én vagyok itt. Ez anyukám, ez a nővérem. Itt a legöregebb bátyám. Emelsz pedig. Nanás Csálinkával. Keresztapja. Itt megyünk én, meg Balla. Ballával. Én 25 éves koromban mentem férhez, és nem volt szerencsém. Hát akkor inkább így egyedül. Hát nem így volt, ahogy én akartam. Ő szeretett inni, én pedig dolgozni, hát nem lehetett így. Én otthon, én pedig dolgozok. Ez a vonat nem megy tovább, gondoltam. Kettőbe vágjuk a kenyeret. De fel, úgy is ti a vörösnek csevettél három fenállat, te vele görös is emlékom. Te vele mi vagy pek az ötte? Nincs, mi lesz emlek rá? Éj, jól! Sziasztó! Szeretnége! Sziasztó! Na, sátel le bár! De, sátel le bár! Hát, számos szándéka. Csimába szándéka. Jára, apa. Mit tudom én valahogy? Csak rossz vissza gondolni. Külön voltak apám. Nagyénémik neveltek föl, főleg ő volt velem nagyon sokat. Rengeteget volt velem. Jártam vele a faluban, tapasztott messzelt. Mindig mellettem volt. Nagyon. Nem volt anyám, apám, de nem éreztem, hogy nincs. Nem ér, hát azt mondom, hogy nem éreztem, hogy nincsen. Mert nem volt hiányom semmiből se. Gizi nagynénémtől tanultam meszelni, fejni, ő tanított meg erre. Az osztás és a szorzástól azt tőle Marista tanultam, hogy hogy kell. Tapasztani is tőle tanultam, nagyon sokat tapasztaltunk. Együtt én dobáltam föl neki a sorat a házaknál, amikor te tapasztott. Én is tapasztottam. Na jó, de én nem jártam veled a faluba. Vele jártam, amikor kicsi voltam, 4-5 éves. És fönt voltam a tűzfalon, létrával, én még dobáltam föl a gombocba neki a sorat. Csodálatos volt, mikor tapasztott kemencét, ilyen régi kemencét. És akkor abba be kellett, hogy menjen az ember, és én szinte féltem, amikor gyerek voltam, mert nekem ott kellett állni a lámpával, hogy ő világítson, mert ő nem látott. Vele csodálatos napjaim voltak mindig. Nekem is, a bátyámnak is. Úgy csináltak ezek, mikor kicsik voltak. Ha még hazagyítem a munkából, felmásztak oda a háztetőn. Nem? Nem.
csak rosszat csináltam. Nem csináltatok rosszat? Akkor másztunk volna. Akkor láttam messziről, hogy hol vannak, mondom, most már halál lesz, eltörik a nyakuk vagy lábuk. Na aztán gyűjtem, megmondtam neki, egyszer többször nem csinálták még. És egyszer az a bátya. Ketten voltatok akkor? A másik tanyánál? Ketten, hát, te még Sándor. Mikor állított itt az, így az ajtónál? Aha, ketten, késen, nagy késen. Lágoltak a cirkuszba. Itt a cirkuszba dobálták a kés. Apám nem törődött velük, hogy mit csinálnak. Már hazagyűlik. Mondják nekem, esznek, főztem nekik. Azt mondja, tudod, nagynéném, hogy dolgoztunk mink? Hogy mit csináltunk? Mit? Azt mondja, Sándor állított így az ajtónál, a könyvet. Dobált. Mit csináltatok? Ezt? Elővettem akkor egy dorongot. Jó kis pálca volt. Mind a kettőt. Úgy megporoltam, hogy meg akkor vertem meg, soha többet nem vertem meg. Őtet is, még a bátyát is, Sándort. Többet nem csináltak ezt. Sibolynak a fia most ballag. Kis Jánosko. Az is a keresztfia. Azt mondta, hogy küld, meghívott. Ha nem küld, akkor nem megyek. Nálam megvan az a törvény. Vettem neki cipőt. 2000 forintos cipőt. Ha meghív, megyek, ha nem hív, nem vagyok olyan szemtelen, hogy elmenjek. A fáját gyerek, ha mégis nap dolgoztam. Ott is, itt is, erre, arra, meg most, ami kicsi. Muszáj valamit csinálni. Hónap megyén. Hónap után megyünk, csak vasárnap pihenünk. Alszul, eszünk, lefetszünk viszont. Hé, de jó lesz. Szép gyerek volt Nanás. Ez a csúnya Nanás. Ez volt a kedvenc unokánk. Tudott hízelegni is. Aranyos gyerek volt, mikor kicsi volt. De most kövér. Nem lehet ráismerni, hogy ő volt akkor, vagy most. Mindenki ezt szerette. Te szeretet is. Hogy most hogy szeret? Nem tudom. Hogy milyen szíve van neki, hogy szeret. Van baj, még a tehenek is kell hozzunk be, hogy fejünk a tehenek. Elég baj az neki. Mert mi engedünk. De, hogy hozok neki vizet. Maguknak jó kedve van, de nekem nincs annyira kedvem. Elég várom, hogy ide húgom ide haza. Úgy vagyok, mintha
Nem tudom mi. De ha már itt van, akkor meg jó kedve van valaki. Elég annyi bajunk. Nézem. Na most hát egy kis bordókat is kiszabadultani. Jaj, mama megbolondulok. Hó! Bolygó! Megkövetkezik. Az embernek nincs egészségekor, jobb volna ne volni, ha világon van. Minek az élete? Ámúgy minden, amint ez az asszony beteg most. A felő orvos is itt nála ismerte. Mi van Gézikém? Tudod, hogy benne először a nyár? Úgy mi? Ha most felmi, most jobban jár. Most jobban jár. De most nem tudom, mi van veled, de mindig azt mondtam, tornáz meg a lábodat, ne legyen nekem, hogy nyomorig, mert gyere a karácsony, gyere a vendég, a te rokonyod, mondom, meglátjuk ott az ágy alatt. Hát mit akarsz? Nem, olyan voltatok ott a szíjjelmi. És mondta nekem, nem szabad felemelőd a kezed. Én volt testvér, van anyaros. Ő volt a legkisebb, ő volt a legjó, és nincs mit kerülte. És pedig én vagyok a letűratott családjából. Mert így vagyok. Jó.
Az is menne ki a folyosóra. Nincs bedugva. Nincs. Jó, rendben. Te kérem benne ez? Hát, be van. Hát, ha van benne valami, akkor jön. Halló, menjen őre, szed oda az alsó hátra. Oda mi a másik. Mi? Megállt, kérdezett, hogy jó vagyok, mondta, hogy dolgozni járok. Muszáj menni. Itt élek. Ahon él az ember, ott meg kell becsülni ezt a helyet.